Jó estét kívánok! Atomtámadásra emlékeztette az embereket az az óriási robbanás, ami helyi idő szerint tegnap este következett be egy texasi műtrágyagyárban. A detonációban, ami kisebb földmozgást idézett elő, legalább 5 ember meghalt, de akár 15 is lehet a halálos áldozatok száma, több mint 160-an pedig megsérültek. Tűzoltók, mentősök és egy rendőr is a halottak között van. 3 tűzoltót még mindig keresnek, több tucat ház pedig a földön lett egyenlővé. Még tart a mentés, amit nehezíthet, hogy egy erős vihar tart a katasztrófa helyszíne felé. Ezek a felvételek nem sokkal a katasztrófa után készültek, a pusztítás mértéke azonban csak napfelkelte után vált láthatóvá. Számos épület a földön lett egyenlővé, mindenfelé romok, törmelékek és vérfoltok, a Dallastól 130 kilométerre délre található West városában, amit cseh bevándorlók alapítottak a 19. században. Ez az amatőr videó pedig a robbanás pillanatait örökítette meg. Egy férfi autójából filmezte a tüzet, ami helyi idő szerint szerda este keletkezett a műtrágyagyárban, amikor hirtelen detonáció rázta meg a környéket. A gyár a város szélén van, alig néhány száz méterre a lakóépületektől, egy iskolától és egy idősek otthonától. Ezek is összedőltek, és emberek rekedtek a romok alatt. Hatalmas volt a robbanás, az ablakok kitörtek és rámestek, a tető is rám szakadt, alig tudtam kimenekülni. Az áram is elment, és minden összeköttetés megszűnt a külvilággal, mondta egy orvos. Szemtanúk szerint a föld is rázkódott, ami nem állt távol a valóságtól. A szakemberek ugyanis 2,1 erősségű földrengést mértek. A tragédia egyeseket tornádóra, másokat atomtámadásra emlékeztetett. Először csak kisebb tűz volt az üzemben, amelyet 6-7 tűzoltó próbált eloltani. Ezután következett be a robbanás, amit az okozhatott, hogy a tűz átterjedt a vegyi anyagokra, valószínűleg amint egy 20 tonna ammóniára. A hatóságok további detonációktól tartottak, és attól, hogy mérgező anyagok szabadulhatnak fel, emiatt a település lakosainak felét, közel 1500 embert kitelepítettek. A közeli sportpályán elsősegélyhelyet állítottak fel, a súlyosabb sérülteket pedig a mentők mellett rendőrségi autókkal és helikopterekkel vitték kórházba. A legtöbben töréseket, zúzódásokat szenvedtek, sokan a szétrepülő tárgyak miatt sérültek meg. A rendőrség egyelőre nem zárta ki, hogy valaki szándékosan okozta a detonációt, ami egyébként csak nem egybeesett az Egyesült Államok legnagyobb ipari katasztrófájának évfordulójával. 1947. áprilisában egy ammóniumnitráttal megrakott hajó robbant fel Texasban, több mint 500 ember halálát okozva.